Az orosz elnök szerint gránátrobbanás okozhatta azt a repülőgép katasztrófát, amiben a Wagner csoport nevű zsoldos hadsereg vezetője meghalt. Vladimir Putyin egy Szocsiban rendezett fórumon beszélt erről. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy az esetet vizsgáló bizottság vezetője néhány nappal ezelőtt jelentette neki, hogy a holttestekben kézigránátok darabjait találták meg. A repülőgépet nem érte külső behatás. Ez az orosz nyomozóhatóság által megállapított tény, a vizsgálat azonban még nem zárult le, tette hozzá Putyin. A Wagner parancsnok és a zsoldosok két tisztje volt a 10 ember között, akik augusztus végén meghaltak, amikor lezuhant velük a repülőgép Moszkva és Szentpétervár között. Prigozsin és zsoldosai nem sokkal előtte fellázadtak az orosz katonai vezetés ellen, a felkelés sikertelen volt.